Sziasztok, eurosportosok! Vörös Csaba kollégámmal már mi is nagyon készülünk a biatlon világbajnokságra, amelyet március 1-e és 11-e között rendeznek meg. A helyszín a németországi Ruhpolding. Ruhpoldingi pályáról azt kell tudni, hogy elég könnyű pálya, nagyon gyors, versenyzők általában szeretik, és nagyon szeretik a lőteret is, mert egyértelmű, soha nem süt be a nap, és mindig jókat szoktak rajta lőni a versenyzők, remélem ez most is így lesz. Ruhpoldingról lesz szebb emlékem, kettő is van, az egyik legszebb emlékem, 97-ben a Ruhpoldingi világkupán 41. lettem a 15 kilométeren. Ez azt jelentette, hogy a 20 hiba lövészetből egyetlen-egyet rontottam el, úgyhogy nagyon-nagyon büszke voltam magamra, abból is a legesleg utolsót. A másik élményem, ez is Ruhpolding. Estem egyszer egy olyan nagyot, hogy a puskám széttört, viszont abban az évben bekerültem az évvégi vicces eurosport történetekbe. A szép hegyek között szerzem meg a kondíciót a közvetítésekhez. Csaba, te hogy vagy ezzel? Do-d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 o